Hát nagyon régen a szakmában vagyok, ezt Annett nagyon jól tudja, és részese voltam annak az eseménynek, amikor a 90-es években lejátszották a Béres filmet, erről lehet, hogy az idősebbek emlékeznek is. Ez elég sokkoló volt a akkori hallgatóság számára, és akkor bementem dolgozni, azt láttam, hogy az ajtó előtt több száz ember reménykedve áll és vár valami csodát. Abban az időben igazából nagyon sok lehetőségünk nem volt, amivel tudnánk segíteni, de ez egy reménykeltő dolog volt, mert a Véres professzor abban az időben tényleg nagyon sok embernek reményt adott, és higgyék el, van olyan ember még a mai napig is, aki bejár hozzám, és tudom, hogy annak köszönheti, hogy még mai napig is köztünk van. Amikor bejön hozzám valaki, sokszor az első eset az, amikor szembesül az előttem szólók is említették, hogy nagy baj van. Kiderült, hogy rosszak az eredmények, nagyon rossz értékek vannak, nincs is jó közérzetük, lelkiek teljesen össze vannak omolva, és mi az, amiben én tudnék nekik segíteni. Megkeresnek akkor is, amikor megkapják a kezeléseket, és sajnos jönnek a kezeléseknek a mellékhatásai. Elég gyakori sajnos. És megkeresnek akkor is, amikor meggyógyultak, túl vannak a kezeléseken, tényleg azt lehet mondani, hogy a boldogság a dombon, de ott van a félsz, hogy ez a fránya dolog még egyszer az életükbe vissza ne köszöntsön, mert rémálom volt nekik is, hozzátartozóknak, mindenkinek. Ilyenkor az első kérdésre meg szoktam azt tenni, hogy fogyasztanak-e valamilyen probiotikumot? Méregtelenítettek-e? Isznak-e elég vizet? És akkor itt jönnek a vízfogyasztása, hogy ne jöjjön már maga is ezzel a vízzel, hát iszok amennyi kell. Tudja azt az én szervezetem. Hát tudjuk, hogy nem így van, ösztönösen nem biztos, hogy iszunk annyit, mint a babák, amennyit ösztönösen kívánnak. Szóval első dolog a probiotikum. A gyógyításban résztvevőknél ez egy megosztó kérdés, hogyha a televíziót betetszene kapcsolni, akkor nincs olyan reklámblokk, hogy ne lehetne valamilyen probiotikumról hallani. Nagy útvesztő, tényleg az üzletág erre nagyon kiterjedt. Én két probiotikumot javaslok, tartok többfélét, és nyilván mert kinek mi a igénye, de kettő probiotikumot kiemelnék, az egyik közel 20 éve a piacon van, magyar kutatók fejlesztették, hittük rajta, hogy igenis fontos, hogy a bélrendszerünket egészségesen tudjuk tartani, hiszen tudjuk, hogy a halál a bélben lakozik. Ez teljesen mindegy, hogy most milyen daganatos betegségről beszélünk, a bélnek az állapotát igenis toppon kell tartani. Vannak olyan probiotikumok, amik növényekkel vannak kombinálva. Itt egy szarvasi úriembert is megemlítenék, aki Mester Károly néven a bélrendszernek a állapotáért szintén hitvallását tette föl. Interneten nagyon sok anyagát meg lehet hallgatni, szintén figyelmükbe ajánlom. És akinek a tanítását én követem, professzor Guzeó András, aki egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként igyekezett mindenfélét megtudni a probiotikumok és a bélrendszer kapcsolatáról. Szintén interneten fönt van az anyaga, az egyik könyvének a címe a Bél agytengely, ami nagyon sok mindent megmagyaráz, ma már tudom, hogy a pszichológusok számára is ez tananyag. Méregtelenítés. Kényes terület úgy szintén a méregtelenítés, mert nem minden esetben és nem mindenkinek szabad méregteleníteni, de egy pár superfood élelmiszert megemlítenék. A superfood szó azt jelenti, nem káromkodni akarok, ez egy gyűjtő fogalom, olyan élelmiszerek, amik vitaminokat, ásványi sokat tartalmaznak, és netalán méregtelenítésben is segítséget tudnak nyújtani. Egy párat így megemlítenék, a búzafű, a zab, az árpa és a lucerna. Ezeket ökológiai termesztésből állítják elő, hagyják a növényeket 10 centi nagyságúra megnőni, és levágják, szárítják, és ennyi. Semmi adalékanyag nincs benne, tulajdonképpen csak el kell fogyasztani, itt megint himmelhámmal szoktak neki esni, de csoda a növényke, mert igenis az immunrendszerünket támogatja, mert tele van vitaminnal, méregtelenít és lúgosít, mert sajnos a kezelések után nagyon sok ember elsavasodik. Immunrendszer erősítés céljából is muszáj méregteleníteni, mert ha a bélrendszerünk nincsen megfelelően kitakarítva, nincsen a probiotikummal visszaépítve, illetve a méreganyagok jelen vannak, szennyes közegben a kórokozók, a daganatos sejtek is jobban érzik magukat. Tiszta környezetben nem tud elszaporodni sem kórokozó, sem rosszindulatú folyamat.
Nagyon sok termék felkapott. Itt hozzám általában a gyanút is mondja, azért szoktak fordulni, mert nagy útvesztő van, tényleg megvezetik az embereket. Sokszor jó szándékkal, mert a család hozzátartozó, ő ebből gyógyult ki, az én hozzátartozom abból gyógyult ki, és javasolnak ilyen-olyan termékeket, de ez szintén személyspecifikus, tehát nem lehet neki vágni, és nem abba gondolkozni, hogy a legdrágább dolog a legcsodálatosabb szer. Nagyon sok egyszerű dolog, csoda. Erről is biztos tetszettek hallani, a hunzák. Állítólag a hunzáknál nincs daganatos betegség. Ez egy ázsiai kis népcsoport, nagyon sok barackot termelnek, és a barack magját is hasznosítják. Ebből 5-10 szemet napi szinten elfogyasztanak, magas B17 vitamin tartalma van, és ez tudományosan alátámasztott. Én igyekszek egyébként ilyen háttérrel is bírni, nagyon jó orvosi és kutatócsoport van a mögöttes munkámban, akiket az évnek köszönhetek, hogy sok ismerettséggel sikerült, sok ismerőst sikerült a kapcsolatok útján felfedezni. És itt ebből kiemelném dr. Bagi Magdolnát, ő Szegeden klinikai gyerekgyógyászként dolgozik, de természetgyógyász már 30 éve, és ha bármi bizonytalanság van bennem, őt kérdezem, őt, neki a segítségét kérem, mint orvos, nyilván szakemberként ő megint jobban rálát a kezelési módokra, a gyógyszeres kezeléseknek a kiegészítőjét hogyan tudom beiktatni. És igyekszem a főorvosasszonynak a szavait is figyelemmel követni, mert tényleg nagyon sok kuruzsló van, és azokban sem könnyű útveszteni, amikor egy hiteveszett emberről beszélünk. A baracmagot mondtam, itt nagyon fontos, szintén egy akadémikus előadásán hallottam, hogy a magokat meg kell lenni. Ezt általában nem esszük, mert nem szeretjük, de úgy tessék elkezdeni, a szilva magban még több B17 vitamin van, ami a rákos sejteket tudja blokkolni, és annak a fogyasztása is nagyon sokban tud segíteni. Ezt most megelőzésképpen is mondom meg, akinek már problémája van abban az esetben is. Van egy búzacsíra, ennek ki fogom mondani a nevét, mert egy magyar kutató szintén, Mannarax névre hallgat. Ennek a továbbfejlesztett változata gyógyszertárban kapható. A búzacsíra is nagyon sok tápértékkel bír. Gondoljunk csak bele, az élet a csírából indul. Mekkora hatóanyagok vannak benne. Ahhoz, hogy nekünk tudjon segíteni, napi szinten kellene megelőzésképpen is fogyasztani, meg ha probléma van, akkor is célszerű ezeket elfogyasztani. Otthon is olyan egyszerűen meg lehet csinálni, ökológiai, tehát nagy tisztaságú biobúzát kell venni, egy befőttes üveg kell hozzá, és egyszerűen minden magot bele lehet vegyesen is szórni, vagy külön-külön is. Egy-két nap alatt ott a csíra, ami fogyasztható, és a lehető legtöbb vitamin forrással bír. Még most így tavasszal is merem mondani azoknak is, akik egészségesek, azoknak is, akiknek bármilyen problémája van. A gombafélék itt elhangzottak már, ez is egy széles kör. Nagyon sok termékcsoport foglalkozik a gombával, itt közismert is Varga kutatónak a gomba családja. Itt is szakember véleményét kell kérni, és nem az interneten megrendelni, mert ma már az íróasztal mellől mindenki hozzá tud jutni a világban meglehető csodaszerekre, de ahhoz kell egy segítség, kell olyan háttér, aki annak a pontos felhasználásában ott tud lenni. Nagyon sok termék van is igazából, én talán nem is húzom a szót, mert ez annyira személyre szabott az én részemről, hogy most csak így nagy vonalakban említettem, aki mindenki számára fogyasztható és mindenki számára alkalmazható. Én kívánom, hogy mindenki gyógyultan és egészségesen élje túl ezt az egész állapotját. Minden jót.